120 és 180 ezer forint közötti nettóbére számíthat most Tolna megyében egy diák, aki iskola mellett akar dolgozni, vagyis akár a kétszeresét is hazaviheti a nettó 99 ezer forintos minimálbérnek. Ez nem mindig volt így, az egyik legnagyobb hazai iskola szövetkezetnél azt mondják, a munkaerőhiány miatt ismerte fel sok munkáltató, hogy jól jönnek a fiatal szorgos kezek. A cégek jellemzően a minimálbér fölött foglalkoztatják a diákokat, tehát volt ebben egy elmozdulás. Úgyhogy úgy látjuk, hogy a munkáltatók rugalmasabbak, simulékonyabbak, és ebből kifolyólag a diákoknak is több lehetőségük van. A nagyvárosokban már most érezhetően megnőtt a nyári munka iránt érdeklődő diákok száma. Budapesten például a szakemberek márciusban 20%-kal több ügyféllel számolnak, mint az év első két hónapjában. Tolna megyében most még ez kevésbé érzékelhetően vannak, akik már jóval nyár előtt bebiztosítják a nyári keresetüket. Április-május környékén döntik el a diákok azt, hogy szeretnének a nyáron dolgozni, és ebben az időszakban jönnek be az irodába regisztrálni. Maga a dömping az inkább a nyárra jellemző, tehát július-augusztus hónapok azok, amikor szép számban tudjuk foglalkoztatni a diákokat. A cégeknek az adózás miatt is megéri diákokat foglalkoztatni, utánuk ugyanis mindössze a bérük 15%-át kell adóformájában befizetni az államkasszába.